történetet fogok beszélni Jane Sparks-ról. Ebbe a házban lakott, aki pontosabban az ők nagyobb bátorra költe. Ez a történet más milyen szólt. Akkor, amikor ők elmegtek, az hangját hallja. Hozhatunk egyáltalán szétleg egy kutyú itt is? Azt nem kell, nem kell. Miért? Mi bajod van ezzel a kutyúval? Hát mondjuk úgy, az, hogy ő nem ugat. He? Veszek rá. Bocsi kizolok, mondjuk először kutyú. De nem a kutyú. Nálad biztos szemlélsz. Elegek. Látom, hogy a túlva volt helyemet kell választanom. Meg itt hagyjász lettem. Igen, és felveszed a hitelt, és a nevezét nem az albérletet fizetett, hanem a hétvégi kirándulásra. Kérdezzük a nagyfőnököt, hisz épp belépjünk le innen. Lehet, hogy itt lesz valami, ez csak biztos. Hát, ha nem tudok kiek az ember,
távol nem álltak. Először is jobbra fordulunk, aztán a halaszka végzem, ha vettek el a halaszkát. Úgy ismerem az utat, mint a tetelmet. Látszik, hogy mi az út. Nem akar beengedni. Ezt kell fogni vagy nem. Figyelmetem meg, hogy ez nem akár hajtja, de... Nincsenek mint a kormányzás, a kormányzás. Féltékeny csacsi.
minden fog, de vajon miért pont fogra madárzik? Vagy elkapta szegény lehetünket, aki pont az a bárfeltett alatokat befizetni. Még a Mácesz király is furán néz. Még őszedbe is jól fogunk rajta kaszagni egyet is jót. Na, megnézem, hogy mi itt a pálya. Tisztelt vendéglátogatók, itt láthatják Gurmit, a vonaszkos disznót. Ő az, aki pont a szobor levelte néhány gandja népét. Szóval én itt épült fel ez az oszlop. Ah, bocsika, te mit csinálsz itt? Jó, az árvasz is teljesen úgy, hogy mondtok jók. Ah, bocsánat, te ez privát terület, úgyhogy jó, ez az szinkot. Na, mi lennek ez?
Elfelejtettem, hogy nekem tényleg szóval. Esetleges sőt. Én nem. Na is te. Én sem. Oké. Félfiúk. Mindig ezen hajkurásatok. Tanna, engem nem vagytok ennyi a balfékek, mint én. Nos, mondd meg őszintén valójában, hogy melyik lenne a kedvenc színeszkém, vagy inkább ez szín, talált ki Léci. Hogy is mondják, hogy nagyon jó. Igen. A színe nem más, mint a pink. És mi vagy elmolesztáltok a jelentem elmutatja, hogy hála neked, végre kitől az intergalaktikus háború. Hurrá, itt az intergalaktikus háború, hát nem igaz? Bezzeg, ha a drága pufi el nem rontotta. Jaj. Hé, Kász, leszéltek ezt szegény pufit? Pufi a legjobb barát. Ismerd el, pufi mindenki imádja őt. Na jó. Menjünk szépen ebédelni, aztán jár haza. Aztán meg majd valamikor elbeszélgetünk. Na, majd meglátjuk olyanjából ki itt az okoz tojás. Azt a rohadt. Jót mondtál, Hugi. Elég jó, de nem elég jó. Igaz, Puff? Itt szépen gyerekek, amíg a drága kukoribászi pipírni megy. Miért is hallgatunk erre a palomáratra? Na, sehol senki. Tiszta a terep. Jó, ha senki se zaklott. Ez az. Ó, kezdi csókolom. Ez a fejem. Mondta, nem aggasz fatál miatt. Nem tudom, ott bunyózik. Mese! Ezt azért majd, hogy rápipírgettél a nejemre. Látod, milyenek ezek a csúkok? Gyorsan! Takarodni gyorsan! Meneküljünk! Jöjjön vissza maga! Hiába! Ennek a falevélnek személyes tréfa. 19 oldaldalas tervezeti. A dokumentumból kiderül, hogy a tervek szerint a munkákat 2 éven belül kell befejezni. Jelzálogot nem kell bejegyezni, ugyanakkor az ingatlant a kölcsön teljes visszafizetéséig nem lehet eladni. A Tudatos Vásárlók Egyesület... Tönkre ment a laptop. Én mondtam, hogy egy lesz a vége. Igen, ezt ilyen nem hittünk el arra. Bácsikám, emiatt nem kell szomolkodnod. De most szomolkodok. Csak ideges vagyok, amióta épp eszékel tönkre ment az a kibaszott autó. Oh. Most ha megbocsáteltek a bácsikátok, én most elmegy. Na, sziasztok! Rossz. Jövök értetek! Te itt az ide megnézzük a keszót. A számból vetted ki a szót. Eléggé puszos helyen raknak ott. Fogd be a lepcses pofádat, a bácsikám miatt az oka. Amiatt a tökre ment az autó, és nem tudja kifizetni. Jól maradtunk. Őszintén szajnálom, pajtás. Nézd, épp a szögeink kapóra jöhet. Gyere! Hé, most meg hol holsz?
Mindig a vesz. Tudod, a vesz. Hajadra ment valami. Elnézést kifasszolni. Mi szegény állák vagyunk. Hoztunk magunkkal barátot, de nem tudom, hol van. Hát akkor kopjatok le. Tehát nem tudunk. Tudod, tudanádok épp az véget szállásra van szükség, hogy ezt nem engedtek el a kibaszott hálóra. Vagy amit engedjetek be. Nézzétek, tetszak dugulja. Nézzétek, túl fiatalok vagytok. Megmutatnád. Persze. Na mi az? Szállj le róla, te büdös kajak. Nem bőr. Agyon üdv le, mint egy bolár. Ámulatba ejtő. De ez még szemű pipac helyzetben állított hozzám. Végül is az én bátyám. Szóval is olyan nővéret. A nővéret. Mióta van neked nővéret? Régóta, de senki sem is lehet. Na és hol a drága ölelt pipacsa? Hát a bátyám nem mutatja. Csak azt mondja, hogy olyan. Készítettem egy járdát, de pattanyított be a csorikáig. Úgy itt leindultunk. Jó rendben, de te pipilgethetek? Na kapd össze magad. Családi kirándulás lesz. Jó szabóik. Egy gond van azért nagyon-nagyon-nagyon vagyunk. És mi lenne az? Nekinőjünk a szikláknak. Á, meg vajt alatt, jaj, ne de aha. Ha elment a veszed, nem igaz neked. A régen vagyunk, ugye? Nem. Kapaszkodjatok a kalapotokba! Eléggé látos, hogy tűnt lesz! Nem állt! És még azt mondják, hogy nem tudok lesz! Eléggé szüksnek tűnik! Én mindjárt elvegyek! Te agya ágyult! Mit bűvelt az autóval? Hát azt mondtad, hogy ez az út vezet. Pontosabban a Szehovába jutottunk. Szehová, Szehová. Ön gondoltam. Ó, igen, persze. Bár nagyon sajnálom, hogy a bogarak vásznak rám. Bogal... Most akkor ívjuk a rendőröket? Mit mondjuk nekik? Azt mondjuk, hogy nekik ott odabasztuk a fejüket? Nem.
Kiszállhatunk végre? Nem értem, miért kellett magunkkal hoznunk. Te, nincs nálad egyetleg egy cigit? Nincsen, nem dohányzok. Gondoltam. Oké. Azt meg hol hoz? Kereszek valakit, aki segíteni tud. Biztos, hogy nem menjek veled? Nem, maradj szépen a helyeden. Eljek, teljesen az agyamra, és már komolyan mondom. Hát nem csodálatos. Együtt van a család. Ez szerint hihetetlen. Most komolyan mennem kevéssé. Hallgass! Gondolkozok. Láttuk mi egyáltalán a pacsercegnőt. Pál, ott van! Most szegbelugom a kis riványzt. Pál, beszéljük meg a dolgot! Hát nem ámul ez bajtő. Olyan, mintha rám hozzájutana. Még az baj mi lett? De te nem leszel olyan. Megszereztük a Cliff madarat, hihetetlen. És most elvisszük azt, ami a miénk. Gyere, madárka, nehogy megyek. Ez lelépett a francba is. Nos, drága Léna, végre megszereztük azt, ami a pont az enyém. És legfőképpen egyváltva osztozunk, ugye tudod? Lehet, de úgy viszem ezt a kis kutyuit, mintha éppen pólázom minném el. Ez nagyon fáj. Szuszék, ébresztő. Hűha, jól kiválasztottuk. Én mondtam, hogy ez rossz ötlet. Mégis ki tehet elő? Na, húz innen. Oké. Ez nem jó. Így ahogy mondasz, Dinés. Figyú, én a jó öreg Lénád vagyok, ugye emlékszel rám? Van nem egyszer úgy, hogy emlékszel erre a figurára? Mi lesz? Ezt te vetted nekem? Jaj, de milyen boldog vagy. Na jó, büfejük le. Na, figyúsz. Nem igazad? Mi a szart csináltál? Lebüföltem is kész. Egész egy jobb apa szólna. Nem akarnék éppen elrontani a vágysebeit, de fogytál a türelmünk. De gyerünk ki vele, hogy mit akarhatál zongintal. Hát, azt végképp nem tudom, de elmutattam már nektek azt a kutyúimat. A kutyuit. Arról a kutyuriról beszél? Jaj, te kis tündi-bündi, azt hiszem a... Áó! Áó! Jaj, de fáj! Áó! Szedd le, lalom, szedd le, lalom! Jaj, ne! Megyek már! Neked teljes elmát a leszed? Miféle állat ez? Olyan szilva ízű. Ez kész kannibál. Hát nem olyan ez kis kölyköcske. Épp eszég elvannyál a haszóit. Szabad egy pillanatra. Bye bye. A kis kutyám oda vezele. Jaj, pedig mennyire szerettem. Ezt most miért kellett? Ugulj el, te dagadék! Valamit kéne kezdenünk ezzel. Tudtok addig vigyázni, amíg mi találunk valamilyen jó megoldást? Megbíznád a dolgot, nagyon is szívesen. Rendben, az egyetlen dolgotok vigyázni adni Pipasra,
amíg mi szerzünk valahonnan el Mózsiát. Szóval ügyeljetek rá. És kaptok annyi pizzát, amíg beléltek fél. Csak már, megyek. Pipacs. Mi az? Mi az? Mi történt? Ahogy mutattam be a drága barátomat. Ő itt. Szaki. Jaj, Szakikám. Hát úgy hiányoztál nekem. Mindig is pont ilyenre vágytam. Ó, te kis hamis. Szabaduljatok meg tőle. Ez tök le akar baszni. Ne felejtsd el autógramot kérni. De szállom meghibbant. Pajtás. Ismernek onnan? Sipész. Oké. Nekem itt valami bűzlik. De én majd kiszaklászom. Teltek gyerekek, ideje fűteni egyet. Egyet fizet, kettőt kap. Most elhiszed, egyet fizet, kettőt kap. Hát ezt hiszem, gyere, fűtjük. No gyerekek, ez itt a fűtőszobor. Ott erre váltottam, hogy Peti vagy. Állj, hova mi vagy? Nem mondod, hogy mi jösszem. Ők szemét tartottam, bocsi. Csúnya pár. Nem tudom, hogy lehet. Hello, szép fiú! Hát, nem tudom, hogy vagyok be. Nagyon kedvenc, a kicsit, a hát, szeretném, hogyha megmutatnám. Na, milyen? Hey, mi történt azzal? Mi történt a poszikáttal? Atya úristen, ez nem a poszikája! Azt hat, ne nézz oda, bátya! Hé, éppen rám nézel! Mindjárt ők! Elfelejtettem neked mondani, hogy nagyon terhes vagyok! Azt hallottam! Olyan, mintha kis tojást tojnál! Hát attól tartok önnöm. Én nem tudom, hol lehet. Léna! Valami rettenetes dolog történt. Szagazda. Na és milyen az? Azt akartam mondani, hogy... Pipasz terhes lett. Mi? Pipasz terhes lett? Láttam a poszikáján. Éppen gyereket fog szülni. Tudj csak. Akit van, most fogtuk, az... Nagy nem terhes volt. Jaj, ne. Direkt a terász névét fogtunk. Viszünk. Az orrógépbe beköpnek, ha ilyen történik. Egyáltalán. Hát épp ez az. El kell mondanunk, itt vállalunk a következményeket. Hogy még jobban lebasszuk őket, hagyjál már. Még jól itt nem történik semmi baj. Lebuktatok, te macska méhelyzek. Most velem jöttek. Már megint mit követtünk el biztosan? Elraboltátok a terhesét, miközben ő majdnem terhes volt, és ahonnan terhes, onnét nem tél vissza. Oké, hogy én leszek a nagypapa, én meg a nagymama. Nem, az kidált. Most azonnal haza kell vizsük. Igen, persze. Körbe ki tudja valójában, hogy mi lesz ebből a bébiből. Holnap reggelig megkotolhatjátok, mert ha nem, le lesztek fejeztetve. Jó rendben, megtesszük. Csak könyörgök, hogy ne hívja ide szélet. Bármit megtesszük, kérlek. Ne feledjék, holnap így megkódolhatják. Viszlát. Te jó ég, Léna, most mihez fogjuk? Eddogod. Majd én eljátszom a jó repipaszt. Mit gondolsz? De Léna, nem lopnál tévét, nem lopnál autó, nem lopnál szemét. A kalózkodás bűncselekbe, és ez nagyon is lopás. Hát akkor nem tudom, mit csináljuk. Nekik ülünk a pászban.
valamit is, mondjuk meg szépen, mi vagyok. Hát az én házamban leszélek meg, tudhatnád, ha mennyi kocsori van. Csak hogy közlöm veled, hogy nincs olyan sok. Sajnálom, Léna, de sajnos muszáj elmondanunk. Jó, rendben, megpróbáljuk. Ez az én drága hugim. Oké, megpróbálom lebeszélni. Úgyhogy ilyen székkel olyan indokoltam, de attól tartok, hogy le kellett lépnem. Találkozunk ott a kertnél. Üdvözlettel, Pipacs, helyszínlő. Baszki, mind miattam van. Jobb lesz, hogyha megkezdem, mi miatt nagyon szetét lesz. Te meg hova készülsz? Legalább elvihetnél minket, meg a Pufit is. Nagyon bírom. Szóval, de a feladatomat magamnak kell intéznem. Tehát a gyerekek, tudom, de nem az... Na, hagyd magyarázzam el köztártisztán. Azok a gyerekek nem a miénk, érted? És egy beszélge azért csinálod, hogy végül engem lebasszunk. Vagy valami. De nem ez itt a lényeg. Pipacs életartét, úgyhogy meg kellene próbálnom. És meg is fogom tenni. Figyusszak. De így nagyon óvatos. Ígérem, hogy ezt te haza fogok élni, ne akkodj. Hadd kívánjak, szokszik eltett. Jószágos Isten, mire készülhet az a szegényke? Pedig olyan bátornak született, igaz, Pufi? Mindig is bátor. Halló? Léna? Azt akartam mondani, hogy mennyi jobbra, és ott megtalálod a kertet. Miért, most hol vagy? Aha, igen. Oké, rendben. De majd ezt érj el haza, oké is? Csöcsö. Hát, nehéz ez ott a hugi. Etás, attól tartok, hogy mit csöltött mondtunk. Készülj fel, pajtás. Mert idén ki fog rúgni minket az ajc. Nem túl kedves látvány. Hogy a fenébe talál? Pipacs, itt vagy valahol? Hááááá, az ének. Nem volt egy nagy bajom. Pipacs, beszélnünk kell. Arra kapcsán, arra gondoltam. Tudom, épp eszik azt akartam mondani, nagyon tájás vagyok, igen, de... De te mondhattad volna korábban. Nézd, hogy máshol beszélnék? Miért? Tudod, figyelnek minket. Tisztán figyeljük, Csajzi. A legjobb, amit tehetünk, puszoljunk! Hát, nem akarnék ezzel ünneplőtölni, de miért nem mondtad korábban? Akartunk neked segíteni. Tudom, de mindig csak engem lekenyereztek. Azt láttátok róla, hogy éppen levegőnek néztetek. Figyú, senki sem nézett levegőnek. Csak azért csináltuk, hogy... Hogy ne zakrasz minket azzal, és te ide akarsz ülni a kis babát. Mennyi kis babád vagy? Csak egy, aki pont most tölköltem. Figyelj, Cédel nem engemet akar, téged akar, érted már? Nem értek ezt össze. Az Isten bassza meg, téged akar, baszki! Ja, vagy úgy, értem, kezdve már kapizgálni. Hihetetlen, tökre csiszka vagy. Csiszka vagy mi mindig. Nem mondtam neked. Tedd le, te csak az apukád az örököltet, úgyhogy hála neked. És az, Pipacs,
Nem így gondolnám. Mi vagy? Minden rendben? Attól tartok, nem tehetek mást. Csak így egy dolgot. Ez az útból! Jaj! Fáj! Te mit csinálsz? Tán nekem egy jó ikletet. Hát, most már adtad is. Aztán a drága barátaim, hogy mekkora állati vagyok. Így legalább tudhatják róla, hogy épp persze én vagyok a gonosztevő. Úgyhogy, köszi szépen! Ha megbocsátasz, vagy dolgom van. Úgyhogy, csinio! Fáj! Nem hagyhatsz itt! Tehát, most hogy menjek én haza? Mától kezdve ez lesz az otthonod. Ahogy a sírod is. Ugyan milyen muris, na csőhugi? Ipasz, na hát, ez mondhatom szép dolog. Itt hagy engem a viák közepén. Hihetetlen. Mekkora fogok köszönni érte. Attól tartok, hogyha legalább itt lenne az a jó repajtásom, akkor legalább nem kellettem ilyet egybe bajba. Jó, hogy ez a szőrös golya nincs itt. Ahogy mondtam, le van tartóztatva. Egek. Lehet, hogy aggódok Lénáért. Léna mégsem hagyhat el, vagy mégis. Átaltátok, nem? Jó, tudom, tudom. Bár itt kell neki lennie. Lehet, hogy késik, vagy valami? Valami történetet. De vajon mi? Hol vannak a fiúk? Fiúk, ti meg mit csináltok? Gondoltuk, lelépünk elő a koszáról, mert az anyukám véletlenül ő a mi gyermekei vagyunk. Úgyhogy, ha még ezt oda közelítesz, így úgy szétrugom a büdösséget, hogy végül attól kódulsz. Tehát ez az. Vajon mi történhetett? Én tudom, mi történt. A drága kis szélre elkapta őket. Vagyis, hogy ő tulajdonképpen. Én meg elmenekültem, és ránk tapadtak. És aztán meg elmenekültem előle. Mert mindvégig engem akar. Bújtassz el valahogy. Mert te vagy az én kedvesem. Ez a nő személy a kedvesed. Ne várjuk csak. Előre figyelmeztetem, ha bármi történt szegény Lénával, én úgyis kiderítem. Nos, Tubiszám, akarsz esetleg tuncsizni egyet? Te mit gondolsz? Nekünk 8. Oké, kerülj beljebb. Isten hozott nálunk. Azt szeretném tudni. Jaj, szegényként, mi miattam van? Nem mondhatom el neki, mert attól tartok, hogy elkeszülök. Jaj, Oké. Megpróbálok valahogy nyugtatni magam. De mivel? Megvan. Például mondom neki azt, hogy éppen elkeszültem. Na mindegy. Próbálok valahogy másképpen megoldani. Figyelj csak. Igen, drágám. Volt valami egyetlen probléma. Attól tartok, olyan magányosnak érzem magam. Nézzük esetleg az anyukát, te meg az én fiam lennél. Nekem nem is volt ilyen anyukám. Ez a leghihetetlenebb nap, amit pont elváltam. Rendben, maradhatsz. Mindig is váltam egy jó anyukája. Tudom, pont az ő is látta. Vajon mihez lesz egy emlékünk? Eléggé. Bassza meg.
hova kerültem ide? Hát persze. Úgy látszik, Pipa az túl messzire ment. Én talán leszek meg fürdeni egyet. Csak fiam, ő volt az? Igen, ő volt. Nála van a gyerek. De van, jó kiszolgászol. Legyen óvatos. Épp lesz a kisasszony. Magam az felünk jön. Mi? Ó, te nézd! Ó, bocsánat! Jaj. Ez pillanat. Kisasszony, ez kis beszédem van magához. Maguk meg mit akarnak? És... Július Cézár. Hordalatom, tisztelt Cézárom. Mag ne Cézározzon itt nekem. A fiam most beszélte, ahogy kényszerítetted Pipacs hercegnőt, az én lányomat. A maga lánya? Tehát azt hittem, hogy ő egy kóbolállat, vagy valami. Ő nem egy kóbolállat, ő az ő felsége. Valószínűleg ő az egyetlen legyőzhetetlen, aki pont az abban. Adjuk ezt a teged olyát, kidobott engemet a fenébe. A fenébe, úgyhogy. Ha tudni akarják, hol van Pipacs, jöjjenek utánam! Szerintem ideje lesz követünk egyet. Igazad van, de hogy? Hát igen, nincs nekünk autónk. Akkor kényszerítsük Pipacst azzal, hogy mi játsszuk a szervét. Főnök! Nem lopná tévét, nem lopná autót, nem lopná semmit. A kalózkodás bűncselekményt jelenti, uram. Végre egy kis békés nyugalom, a májusi szellő. Vagyok, május? Hú, milyen jó, akkor van a szűnapom. Végre nem felejtett el valaki. Boldog szűnapot, szíveckém. Gondoltam, hogy éppen Pufi készített neked egy ajándékot. Még szemfeledkeztél el a szűnapomról? Ezt megcsináltam ajándékként. De valójában itt vár szépen. Jó tudni. Hogy érted? Hát elfelejtetted, hogy hozzám tartozol? Pipa, mi jutott beléd? Azt hittem, hogy házaszok vagyunk. Mert te amikor itt beszége volt, ami porszol, emlékszel, amikor mi történt akkor, amikor szmaszizkattal azt? Éppen Szégyel, én voltam Scottnak a barátnője. Úgy néz ki a fejed. Ki akartam használni Lénát, hogy téged zaklasszanak? És nem csak ez lett a vége. Most már mindent értek. Ki akartad használni Pipacsot? Szóval, ugyan milyen bulis? Figyelj, a bosszú nem volt megszervédi, tombál ezt a szalt! Különben mi ez? Ide hívod a jó legszézáradat? Most komolyan ki akarsz nyílni? Tudhatnád, hogy nekem ki eszéletem van? Tudom. De hidd el, ez örökké fog tartani. Jaj! Csissza, te szajjancsi! Fúj, Pufi, mensz az ihádat! Hol vagy, te szajjancsi? Úgy is meg foglak találni, és megbosszulom a drága vágyam. Jaj! Elfelejtettem neked mondani, hogy itt a te pasi. Hát ez... Letartóztatom. Te vagy az, drágám. Elakaszasz van csokkáj. Állj már egy picit, én vagyok az a te fejed. Miért akarod őt kinyírni? Tudni akarod? Azért csinálgattam. Hogy téged végezzek. Mi ez az elmény?
Mint mondtam, senki nem emelhet kezet. Léna, te értem jöttél. Jó ég, nézzétek! Ó, jaj, ó, baszki, áó, áó. Te jó ég, napnyugtára el kell vigyük az orvoshoz. Hogyan? Metróval menjünk? Nem. Tudok valakit, aki segíteni fog. És én tudok valakit, aki... Na mindegy, az a lényeg, hogy tudok valakit, aki segíteni fog. És akit egy dolgot ismerek. Komolyan zavarba hoztál. Jaj. Jó vagy, Hugi. Sajnálom. Nem gondoltam végig. Annyira szörnyeteg voltam. Meg tudsz valahol bocsátani? Hát honnan bocsátanék? Szóval sem fognálak bántani. Ahogy én sem. Gondoltam. Vagy, hogy ilyenkor zavargatom én a válcsevét. Te nincs túlzok időnk. Pufinak viszont... Nem is Pufinak, hanem neked viszont gyereket születik. Várjatok. Cézának közölnünk kell. Majd ő visz minket oda. Gyertek, gyerekek. Mivel nincs túlzok időnk, mit csináltok? Képpen nyomjuk ezt a sziasztát. Napattanjatok. Oké. Cserepajtás. Megnézzük, hogy miben szántik állnak. Még jó, hogy engem nem láttak. Nézzétek, ott lesz az. Nos, hogy van, Pipacs? Nagyon rosszul van. Nem bírja el sokáig. Ha itt is most szüljenek. Már nincs túl szakítő, már nem megy a nap. Már mindjárt nyugovóra tér. Az Isten bassza meg, nem tudja ilyen gyorsan szülni. Válnunk kell addig, ameddig a nap lemegy. Jaj, jaj, tehát most takarják. Lehet, hogy mi vagyunk nagy kampeszba. Kérem a gyereket, most azonnal. De azt mondtam, most rögtön. Van, ne akarjátok a látot így szabadosználatokat. Azok, amit legjobb, hogyha tehetünk. Puszoljuk szépen. Jöjjenek vissza! Scott, utána kell mennünk gyárvá. Jaj. Rosszabban, mindjárt utolél. Hozzák vissza a kis babák maguk pervez ribancok. Gyorsan gyertek. Jaj. Azt hiszem, tovább nélkülem kell mennetek. Nem, ne bocsatod abba. Nem járjunk túl messze. Léna, ez nem bírja sokáig. Milyen váltok még? Szemben itt van. Vagy hogy itt lesz. Vajuk csak, hogy a túl közel járunk. Dávia, az egyetlen dolog az, hogy mindig bízz önmagadban. Hát, higgyél magadban, mióta habályt vagy. Doktor úr! Ó! Oh. Fia, most be van lyuka, vagy mi? Jó napot kívánok! Maga lenne az orvos? Mint mondtam, erdei doktor vagyok. Ez lelkem, ez szint úgy. Hoztam egy terhesznénit, hogyha nem gond. Hogy terhesznénit? Ez lehetetlen. Hogyha terhesz, mit műveltetek vele? Bocsátszom meg, hogy félbe szakítom ezt a válcseveit, de nincs arra idők, már a nap kezd lenyugodni. Jó van. Figyeljen rám. Na, figyelj, ide tetszik figyelni, kérem. Na, foglalja szépen jött. Na, foglalja. Ó, bocsánat. Na, tényleg. Csak szép, finomabban. Pipaszki, te jó ég. Léna, nézd! Hát, ovan. Meg ne próbáljátok. Azt ne hittétek komolyan, hogy minket le tudtok lázni. Nem bánom, ti készítettétek rá. Jaj, mi ez? Én, de mégis mi volt? Neked kell vigyázzon pipatra. Én majd elvigyázzon. Hogy így Léna? Meg ezzel élegedett. Csemünk pipacs. Már a nap nyugovóra tél. Hát, eléggé naplementünk van. Hogy lehet, de
még jó, itt van a pánk. Na, rosszul. Jesszus Isten, mindjárt jövök. Csak hozzok-e még pánkot? Akkor az fogok. Milyen szól vagyok? Én az Pánex. Tudom a legszetétebb titkaidat. Az Andát el nekem. Majd ha fagy. Te szeretnél értetted? Nem tudod, de... Nézd már, ott rog, utána! Jó ég, Léna, csak egy magyarázatot akarok. Fáj, gyengék a lábaim, jobb, ha te mész, oké. Okay. Kamabunga! Fáj, ez van segíteni fog. Léna, elmondanám, mi ütött beléd? Hiába is mondd a szemet. De nem a gyermekeket akarjátok, hanem a hatalmat. Miket beszélsz, Léna? Nem a hatalmat akartuk, hanem csak a gyereket akartuk meglepni. Például csak azt szerette volna kérdezni tőlem, miért vagy ilyen undok? Most komolyan nem érted, mert bassza meg! Tudhatnád, hogy egész végig átszkálottál, poloszlótól kezdve mindenhol. Csak hogy azért, hogy a vagyonatot akartad. Sajnálom. Csak azt akartam, hogy Cézár majdnem le akart fejeztetni, de nem így gondoltam. Tudhatnád, hogy én bírok téged, csak azt nem bírom, hogy ilyen undok vagy. De lehet, hogy megváltoztathatom. Én segítek belőled faragni néhány anyukát, de te a nővére vagy. És én segíteni szeretnék. Eljünk. Akkor legszerűen nem bröffölsz. Szóze bröffölni a barátnémet. Akárhogy is. Mindig is bírtam a kis feledet. És lefőképpen nem fognak téged eltartóztatni. És megígérem neked, hogy mindől kimaradok esünk. Nem mit. Tételezzük be a spongyát rá. Na, adj egy pacit. A nap. Elkezdődött. Minél ott kell lennünk, te Léna, Máj, te menj. Te velem mi ez? Miattan ne aggódj. Hajrá, Vajdász. Banzáj! Te is mi az új istent művelsz? Hogy ide menepnem Lénát? Ne visszatállj a szomorító. Én nem... Ó, ne. Mi történt? Attól tartok elkezdjük. Dehogy. Még időben érkeztetek. Mr. és Mrs. Sparks, íme a gyermekünk. Gratulálok. Talán még nem kezdjünk le. Talán még levághatjuk az utat. Nézzétek, itt jönnek Lénáik. Mondd csak, megvan a gyerek. Íme itt áll mögött. Azt már hálman vagyok. Hol van Pipacs? Ott fekszik. Te jó ég. Szent ég, Pipacs. Ja, itt elült az eszembe. Nincs itten fánk, de majd veszek ott a boltnál. Tudod, adományos esélye van. Tök mindegy, lesz a lőte. Pipacs, mi történt? Attól tartok, már nem élek. Sőt, akár haldoklok is, büszke lennék rád, hogyha ilyen hugocskám vagy. Persze, mindig is szeretni foglak. Most mindjárt kérek. De hát velem mi ez? Menj már! Tudhatnál, nagyon rosszul lettem. Megzavarodtam. Azt itt fontosabb vagyok így. De most láttam, hogy vége. Bár lenne egy utolsó eszélyem. Lén... Szegény Pipacs.
Megélek! Végre! Végre! Te meg tudnám szokni ezt. Jó, kihasználtam őt. Ó, baszki. Szóval te kihasználtad. Mi? Ú, baszlak téged, hogy csak naf. Ne, mit csinált? Csak folyikottam. Ellátom a maga baját. Amióta így kihasználta Lénát, most megfigyeld. Jaj, ne. Na, eleszem a jel. Jaj, mamám. Léna, hát te hol készülsz? Hát, jót fogsz temetni, de nekem most szabad lenni. Szólnak, ha találtam magamnak egy állást, és oda tartozok. Akkor vagyok szét itt akaszhagyni. Bárki bármit is mond. Nekem mindig az erőszikén mondsz. Vigyázz, addig a parancsokra. Így lehet. Léna? Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon fogsz nekem hiányozni. Te is nekem. Úgyhogy... Elgáljon neked. Léna, indulhatunk? Persze megyek. Bennünket, tudom. Ő egy kemény csaj. Álljunk ki ellene. Ne aggódjatok. Végülis annak örülhetünk annak, hogy minden visszatért. Gyerekek, úgy határoztam nektek, hogy ünneplésre szólunk. Tudhatjátok, hogy néha lehetne egy kis külön világunk. És ha látsz valójában, hogy mi történik ott, élesz úgy, hogy te vagy az első kiválasztott. Mindig is emlékezni fogok Pipacsra. De tényleg, hol van Pipacs? Jaj, keménykedni akartál most, oda baszok egyet. Emiatt ne törődjetek. De annak örüljünk, hogy minden visszaállt. Tényleg annak, hogy minden visszaállt a kerékvágásba.